Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Itt vagyunk a Gróf Festetés György Művelődési Központ Városi Könyvtárában, és heti könyvajánlónk következik. Az első könyv, amit be szeretnék mutatni, egy kínai alkotás. A Ching Yung a Sas íjász legendájának első kötete. Történet röviden, 12.-13. században a Gyurcsi Csín és a kínai Szung birodalom harcban áll. Tomboló Mennykó és vasszívű Yang fogadott fivérek és szívből gyűlölik az északi gyurcsi betolakodókat. Asszonyaik gyermeket várnak, a férfiak pedig megesküsznek, hogy gyermekeik egy életre összetartoznak majd. Azonban egy a kormány embereivel vívott harc közben tomboló Meng Kuo meghal. Vasszívű Yang pedig eltűnik. Kuo fia, Kuo Ching Mongóliába kerül, ahol Genghis Khan védőszárnyai alatt cseperdik fel. Kiváló íjász lesz, aki egyszer egy nyilvesszővel két sast is lelő, így lesz a neve Sas íjász. Bosszút akar állni apjáért és fel akarja szabadítani hazáját a Csin birodalom igája alól. Yang Kang a Szung birodalom katonája, majd árulója lesz. A két fiú, akit szüleik testvéreknek szántak, egymással szemben találja magát. Hát én azt hiszem, a történet önmagáért beszél. A Sas íjász legendáját a kínai gyűrűk uraként is emlegetik, és eddig több mint 300 millióan olvasták el világszerte. A regényciklusból pedig mozifilm és tévésorozat is készült. Írója Ching Yang 1924-ben született, és 2018-ban halt meg. A kínai wuxia, azaz harcművészeti fantazi irodalom egyik legnépszerűbb szerzője, Hongkong leghíresebb írója volt. Karrierjét újságíróként kezdte, később forgatókönyvíró, majd egy hongkongi napi lap társalapítója és főszerkesztője lett. 55 és 72 között a több wuxia, mint egy 15 wuxia regényt írt, melyek Kína szerte hatalmas sikert arattak, mindegyikből film is készült. Életművéért az angol és a francia kormány is kitüntetésben részesítette, magas szintű irodalmi munkásságáért számos egyetem tiszteletbeli professzorává fogadta. Tehát ha valaki szeretne egy igényes kínai, mint említettük, harcművészeti fantazit olvasni, annak feltétlenül ajánlom. A regény második kötete szintén kikölcsönözhető nálunk. Egy különleges csemegét hoztam másodiknak. Táncos, viomos, elejtett szavak. Ez a dísz csomagolás rejt magában egy könyvet, egy hangos könyvet és egy dokumentumfilmet is egyben. A könyv, ugye Táncos Vilmos műve, a maga nevével nemzetközileg is egyedülálló munkára vállalkozott az író, amikor regisztrálta, dokumentálta, elmagyarázta és elmesélte, elregélte édesapja egy gazdálkodó csíki székely gyönyörű nyelvét, gazdag életét és kozmikus, ám a közelmúltban semmivé váló világát. Az elejtett szavak egy bölcs ember gondolatait tartalmazza, életről, munkáról, időről, vízről, égről, földről, történelemről, asszonyról, férfiról, háborúról, kommunizmusról, Istenről és halálról. Akkor található benne egy hangos könyv. Nagyon szép, igényes kiadás egyébként. Egy hangos könyv és egy DVD is található benne. A hangos könyv Táncos Vilmos csíkszentkirályi székely nyelvjárásban felolvasott könyvével megment egy nyelvet. És aki egy nyelvet megment, egy egész világot ment meg, mert nem csupán a szavakat őrizte meg, hanem szavakkal együtt az egész letűnt univerzumot, romjaiban is lenyűgöző csíki székelyek világát, amelyben még ma is fellelhetők egy évezreden át megőrzött rend maradványai, olyan hiedelmek és szokások, amelyek a kereszténység előtti időkből valók. Tehát ez a hangos könyv Táncos Vilmos előadásában, tehát a szerző olvassa fel. A másik, a dokumentumfilm,
Hajdú Farkas Zoltán filmje, aki számára döbbenetes, hogy ez a világ itt volt előttünk, köztünk, és éppen ezekben a pillanatokban tűnik el végérvényesen. Meggyőződése szerint azok közé, az emberek közé tartozik, akik a történelmi változásoknak inkább a negatív oldalát látja. El is ismeri, hogy lehet örülni az újnak, kényelmesebbnek, technikailag fejlettebbnek, mégis főleg az foglalkoztatja, hogy mivel és mennyivel lesz kultúránk a változások által szegényebb. Az Arusztika képi szembesítése a múltnak és a jelennek, édesapák és fiak világának, visszahozhatatlanul teret vesztő egyediség és uniformizáló modernitás sorsszerű egymásnak feszülésének. Tehát aki egy rendkívüli irodalmi csemegére vágyik, fűszerezve ezt egy rendkívüli dokumentumfilmmel, illetve hangos könyvvel, annak ajánlom a kölcsönzésre ezt a díszdobozt és tartalmát. És a végére egy gyermekkönyvet hoztam. Fekete András, Tüsi és Lobonc megmenti Bambandit. Rendkívül aranyos történet. Az egész ott kezdődött, hogy Bambandit elrabolták, vagy ott, hogy Hüvelyk úr megalapította a nemzeti fogvályó dinasztiát. Vagy ott kezdődik, hogy Bambandit apukája, Bam Balázs, fogpiszkáló készítő mester, milliárdos üzletember lett. Vagy talán még Bam Balázs hánytatott gyerekkorában, amikor is mindenki Bambának csúfolta. A lényeg, hogy most Tüsinek és Lobonznak a kezébe kell vennie az irányítást, és meg kell küzdenie a szuhadákkal, akik a szúnyogok, hangyák és darazsak elképesztően veszélyes keverékei, és a krotikkal, akik a krokodilok és tigrisek keverékei, majd ki kell szabadítani a legjobb barátjukat, Sam Öldök fogságából, akinek ráadásul három szeme van. Tehát, mint ezt a ajánló szöveg is sugallja, ez egy rendkívül humoros, vicces gyermekeknek szánt regényecske. 7 és 10 éves korosztálynak ajánlja a kiadó, és az egész történetet Maier Tamás rajzai teszik még hangulatosabbá. Tehát ajánlom ennek a korosztálynak. Ennyi lett volna erre a hétre, a következő héten is várom önöket a könyvajánlóban. Köszönöm figyelmüket!